Számos 21. századi fejlesztés valósult meg Adi városban az elmúlt időszakban. Legutóbb átadták a kultúra szeretők által kedvelt, egykori fülkéből készült közösségi könyves pavilont a Kuopio Parkban, aminek környezete is igényes külsőt kapott. Nagyon sok minden történt a Kuopio Park elejénél, parkosítottunk, virágosítottunk, már a tavaly évre elkészült az öntözőrendszer, a park elejéről beszélek, ahol nagyon szép kockára nyílt gyertyánfák vannak, az is egy egyedi, különleges, hiszen Olaszországból érkezett még anno. Viszont elhelyeztünk 15 padot, ivókút található, ott van egy szökőkút, ami sokáig nem üzemelt, és kedvelt pihenőhely lett az adivárosiak körében, tehát már most jött be igény, hogy több padot helyezzünk ki. Viszont úgy döntöttem, hogy a virágosításnál találjunk itt is egy újdonságot, ami még nincs Győrben. Sokáig találgatták, oszlopok kerültek felhelyezésre ott a Földes Gábor utca mentén a park oldalán, hogy vajon mik lesznek azok. Most megérkeztek bele a virágrádák, futómuskátli van benne, most még egész picik, de nyilvánvaló egy hónap múlva már így a nyárra, a nyár közepén nagyon szépen fognak kinézni, és az benne az egyedi, hogy önmagában öntöző tartállyal ellátottak, tehát mindig figyelünk arra, hogy ha gondozni kell valamit, költségkímélőbb, költséghatékonyabb legyen, hogy ne kelljen naponta akár öntözni, ahol nem lehet öntözőrendszert beszerezni, akkor pedig találjunk ki új megoldásokat. Hát ez ilyen, úgyhogy lényegében itt is csak két naponta kell majd kijönni és megnézni, hogy minden rendben van-e vele, és azt gondolom, hogy nagyon szép pontja lesz ez majd Adivárosnak. Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, a szemközti üzleteket is felszólították már a saját területük rendbetételére, amire ígéret is érkezett. Ezen a rész mögött található magánterületek, hiszen vannak ott kisebb bevásárló központ, ugye butoráruházzal, drogériával. Felvettem velük is a kapcsolatot, hiszen mi méltón megcsináltuk most már ott a közterületet, hogy ők is a saját területüket gondozzák, úgyhogy ígéretet kaptam arra, és hogy az is rendbe fog jönni. Sőt, helyeznek ki kerékpártárolókat is, erre is van ígéret, úgyhogy azt gondolom, hogy a Kuopio Park és környezete most már nagyon szépen néz ki. Adiváros ezen része igazi találkozási ponttá vált az utóbbi időben, ezért fontos, hogy mindenki a saját érdekében becsülje meg és óvja azt, hogy még hosszú ideig eredeti állapotában legyen használható.